Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Game Wave, és itt vagyunk a Horizon Badlands Góliát indító kapujánál, a nevezésre várunk, és megnyerjük ezt a versenyt is remélhetőleg. Utána pedig megnézzük néhány ilyen, hát mondhatom azt, hogy mexikói balfékek pályát, vagy nem is tudom. Igazából, hát nem mexikói balfékek pályát, hanem igazából más emberek által készített pályákat fogunk megnézni. Ott megy egy helikopter a távolba, de jól néz ki. Nem az alapint választottam benni, hanem egy ilyen Fordot, és elmondta a játék hangja valamiért. Remélhetőleg visszajön, és remélhetőleg lesz olyan autó, amivel tudok én is jönni, de meglátjuk mindjárt. Igen, visszajött a játék hangja, oké. Okay. Nagyon bugos ez a Forza, így másfél év elteltével, de semmi gond. Volt olyan kocsid, vagy van olyan kocsid? Van olyan autóm, szerencsére, jó, igen. Nagyon szuper. Hoppá, most mind a hárman itt voltak, láttad? Láttam, igen. Mindenkivel versenyzünk. Ja, és ez verseny, ez nem ilyen időre, cucc. Bizony. Hát akkor nyerjük meg. Ez jó hosszú verseny, ezt nem néztem, milyen hosszú. Meg kell volna nézni. Hát Góliát, úgyhogy gondolom, hogy körbe visz az egész napon. Ez amúgy jó, esküszöm ez a pálya. Igen. Igen, egymásra beszélgetnek még a közben itt. Ez azért jó talán, mert... Jaj. Itt igen. Végre van egy kicsi hely talán, hogy elférjünk, és nem ilyen nagyon szűk, mint ami eddig volt. Aztán gondolom, hogy be fog szűkülni ez is. Meg hát lesznek tudom. Offroad szakaszok. A 15%-nál vagyunk mindjárt, szóval. Jé, akkor az annyira nem is vészesen hosszú. Hát kb. Ilyen 15% egy perc, az ilyen 7 perc lesz mondjuk. A helikopter amúgy, mintha... Nem azt mondom, hogy szenved, de hogy azért most ilyen gyanúsan gyorsan megy. Szerintem le lehet hagyni a helikoptert egyébként. Vagy scriptelve van, hogy pont előtted legyen mindig? Persze. Mondjuk ez, tehát hogy nyilván nem nehéz megoldani, sőt nekik még könnyebb is azt megoldani. És föld! Aha. Oh, his family, ez izé volt. Fast and Furious utalás. Aha. Vagyis szerintem az akart lenni. Gondolom. Itt mentünk az előző videóba is, amikor mondtuk, hogy... Hogy? Hogy nem tudjuk, hogy honnan, hogy lehet az út mellé kiugrottunk, és hogy fogunk visszajönni. Ja, aha. Benni, beletoltál a kocsiba, köszi. De most nem ott ugrottunk. Mi az Isten, itt van a... Arra, ami megelőzött. Az hogy lehet? Hogy a listán előrébb vagyok, de megelőzött a Rami, és ott van mögötted a Rami rohadt közel. Látom. De miért? A rohadt közel az túlzás, de... Nagyon közel van hozzá. Téged megelőzött. Ötödik a Rami. Itt jön és ötödik. Most eljött mellett. Mi az Isten? Ez mi? De te hogy maradtál te is ennyire? Mert megvártam én is, megvártam a következőket, de a következők nem jönnek. Azt hittem, hogy jönnek együtt, mert hogy arra számítottam, hogy arra mi az ötödik, akkor a többiek is, de... Ez mi a szent szar? Nem tudom, nem lehet, hogy kihagyott valami checkpointot és azóta megy. Bolond. Hogy lehet akkor előttünk? Akkor visszadobta volna. Nem tudom. Nem tudom, mi történt. Na mindegy. Rami beért. Második lettem, de a Rami beért előttem. Az hogy lehet, uh-huh. Azt mondd meg. Mindenki a csapatunkhoz csatlakozik, és ezen a srácok kijátszottuk a Rally Adventure-t. Szerintem kijelenthetjük, hogy végigjátszottuk. Sikerült végigvinni így 7 rész alatt. Mi a véleményed róla, Benny? Mondjuk a hátrészhez képest. Nekem ez jobban tetszett egy kicsit. Szerintem jó az, hogy egy kicsit talán kisebb, vagy legalábbis kisebbnek tűnik, viszont ami legalább van benne, és amit megcsináltak, azt legalább megcsináltak rendesen. És érettel teli lett egy kicsit.
Nekem is kisebbnek érződik a map, viszont nem tudom, valamiért jobban tetszik ez nekem. Pedig a Hot Wheels az tényleg nyár közepén volt, tombolt akkor a Forza őrület mindenkinél. Én is nagyon élveztem és nagyon vártam, de ez kicsit azért lehet, hogy már egy ilyen váratlanabb update volt ez, vagy nem tudom. Tehát nem volt akkor a, nem tudom, ilyen reklám köré építve, mint a Hot Wheels köré. Ez egy kicsit ilyen Lehet, meg... titkosabb volt, nem hogy titkosabb, hanem kicsit ilyen csendesebb ez a DLC. Lehet egyébként részben azért, mert a Forza egy kicsit már, hát nem azt mondom, hogy meghalt, de haldoklóban van. Viszont akkor nézzük meg néhány pályát, amit így a közönségünk, vagy hát nem is csak a mi közönségünk, hanem a Forza játékosai készítettek. Itt van egy, kettő, három. Hát jó, ez három pálya. Na jó, akkor ezt a három Jó. pályát megnézzük most, srácok, sajnos nincs több. Desert Scramble, ezzel fogjuk kezdeni. Sivatagi tülekedés. PvP-ben fogunk menni, saját konvojjal fogom megosztani csak a versenyt. Let's go! És itt hova megyünk? Nem tudom. Ide föl. Ennyi lesz a pálya? Ja, vagy ez ilyen fönt épített? Vár, ne menj be! Nem. Hát ez nem fönt épített. Ez ennyi volt. Ez ennyi, viszont Finish! ha mész valahova, vagy nem menj be. Nyertem, nyertem, Ha nyertem, mész valahova, nyertem! Igen. akkor jön utána a helikopter. De jó! És ez miért jó? Nem 16 tudom. másodperc. Hát srácok, ez borzasztó volt. Azt hittem, hogy fel kell majd menni ilyen pódiumra, tudod, és ott lesz majd a verseny, de nem. Aha. Hát Ez nagyon nem. szomorú. Ez nagyon szomorú. Akkor hát 3 per 1. Hopp, ez rendes pálya. Viszont ez is Úgy tűnik. 12%, 20%-nál tartunk benne. De várjál, most letértünk Mi a róla. Szent Isten? Jó, ez nem Ez volt most rendes ugyanennyi. pálya. Hát de jó. Na jó, van akkor 2 per 3. Longest Dirt Air Rally Adventure. Jó, lássuk. Let's go. Mi ez a kamera? Jézusom, mi ez a kamera beállítás? Rossz kamera beállításra Mi kezdtem a kamera valamiért. állít? Miért? Nem tudom, valamiért megnyomtam az RB-t véletlenül szerintem, és... És ezzel a lámpa Milyen kamerával sokáig kezdtem. szellemek vagyunk? Szerintem végig. Nem, szerintem egy idő után megkapjuk a rendes formánkat, és igen, most. És gondolom, hogy újra, De hogy át tudunk menni át egymáson. tudunk menni egymáson. Igen. Hát ez a PvP miatt van. Gondolom. Csúszkál a kocsim, nekem jobban, mint a tiéd. Igen, nekem az enyém egy kicsit jobban tapad, viszont a tiéd talán jobban gyorsul. Aha, itt nem is láttam, hogy kanyar van, az jó. Egyébként eddig nekem tetszik ez a pálya. Nekem is. Nagyon-nagyon szűken vannak a checkpointok, én iszonyatosan a szemét pálya. Igen. Hát mint a hotlap kb. Kb. Olyan egyébként. Hát ez biztos, hogy többet kell fékezni, mint ahány szaggáztathatunk. Most olyan régóta, olyan szépen jövök, hogy annyira félek tőle, hogy ezt így megtöröm. És valami kanyart ilyen csúnyán levágok. Kaptam 155 ezer pontot, te jó Isten, menet közben. Ilyen nem nagyon szokott lenni Szép. senkivel szerintem verseny közben. Tényleg nagyon jól néz ki itt a vége. És van egy ilyen kis izé is, patakocska. Nagyszerű. Egyébként jó volt ez a pálya szerintem. Igen, ez tetszett. Ez egy kicsit most visszahozta a másik kettőnek a bénaságát. Hát nekem nagyon tetszett ez a pálya. Kicsit szerintem túl hosszú volt, és én mindig azt szoktam mondani, hogy az adott pálya góliátjánál hosszabbat nem éri meg csinálni. De egyébként ennek jó lehet, hogy ilyen hosszú volt, mert tényleg ez egy ilyen bő 10 perces pálya volt. És volt benne minden, volt benne homok, volt benne beton, volt benne ilyen murvás rész, voltak benne erdők, voltak benne sivatagok, szóval nekem nagyon-nagyon tetszett. És ez lett volna az egész Rally Adventure, tényleg lesz még róla tartalom, nyugodjatok meg, elmondjuk, hogy melyik a legjobb autó a Rally Adventure-ben, és azt is elmondjuk, hogy megéri-e szerintünk ez a DLC. Ezekre majd a következő hetekben készülhettek, és lehet, hogy ha szeretnétek, akkor készítünk még tartalmat nektek ebből a csodálatos kis DLC-ből. Hát lezárásként szerintem tényleg méltó arra, hogy a Forza Horizon 5 második DLC-je legyen, és szerintem még jobb is egy fokkal, mint a Hot Wheels, annyi, hogy egyszerűen monoton, vagy hát ugyanazt kell csinálni minden versenyen, de igazából szerintem az összes
Horizonos DLC-re igaz, és igaz is lesz mindig, mert maga a játék egy idő után nagyon monoton lesz, ahogy ezt már beszéltük, mondtuk nektek nagyon sok videónkban is. De mindegy, most nem akarom a Forzát bántani, meg semmi ilyesmi. Zárjuk le boldogan és pozitívan ezt a videót. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a GameWave. Én Darius voltam, itt volt velem Benny. Sziasztok! Sziasztok!